Élettel telt meg a Tolnai Városháza előtti terület, ugyanis téren-nyáron elnevezéssel szervezett közösségi programot a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár. Az eseményt mintegy próbából szervezték, mondja az igazgató, ha tetszik a közönségnek, máskor is lehet hasonló könnyed nyáresti rendezvény a Hősök terén. Régen volt már ilyen kisebb volumenű rendezvény a téren. Hát próbáljuk belakni. 5 órakor kezdődött, veteránautó, traktor bemutatóval, rendőrségi bemutatóval, tűzoltó bemutatóval, társasjátékklub is itt van. Természetesen az étel és ital kínálatról is gondoskodtak a szervezők. Az intézmény célja, hogy lehetőség szerint minél jobban kihasználják a helyi közösségi tereket. A nyár hátralevő részében több hasonló jellegű kisebb rendezvényt is terveznek. Mivel Tolnai vagyok, már régóta figyelemmel kísértem a városnak a kulturális rendezvényeit, és nyilvánvalóan korábban a pandémia nem adott erre lehetőséget, de úgy elszoktak az emberek az ilyen közösségi együttlétektől, és úgy gondoltuk kollégáimmal, hogy megpróbálkozunk vele, úgyhogy most ez az első alkalom. Az estét koncert zárta a tolnai zenészekből álló Walking Mama és a szekszárdi Barbária együttes szórakoztatta a közönséget. Augusztusban egyébként szintén a Hősök terén retrópartit szervez a Kulturális Központ, a nyár végén helyi zenekarokkal terveznek bulit a Dunaparton. Szeptember 2. hétvégén pedig már a sokak által kedvelt rendezvény, a Bárka Fesztivál várja az érdeklődőket Tolnán.